Introvertált emberek. Így hívják összefoglaló néven azokat, akik zárkozottabbak, csendesebbek, mint mások. Az ilyen személyiségtípushoz tartozók meglepően sokan vannak, és legtöbben közülük egyáltalán nem érik meg negatívan a hétköznapokat, mint bárki más, mondja a pszichológus szakértő. Minden második vagy harmadik ember talán elmondható, hogy ide tartozik, de azt is kell tudni, hogy nem pejoratív értelemben. Tehát ők azok a személyek, akik ezek a csendes megfigyelők. Az introvertált személyiségtípushoz tartozóknak még külön világnapjuk is van. Ez minden évben január 2-a, a híres pszichológus Carl Jung javaslata alapján. Az ilyen emberekre jellemző az is, hogy sokkal könnyebben kommunikálnak írásban, mint szóban. Ők azok, akik a munkahelyen is például azok, akik a csendes, munkavégzők, alapos, figyelmes, egy értekezleten is, hogyha a munkavilágában őket megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy igen, jelen vannak, de nem fognak feltétlenül véleményt formálni. Van véleményük, de nem fogják publikusan kinyilvánítani. Ugyanakkor nagyon alaposak is. Őkróluk simán el lehet mondani azt, hogy élvezik szó szerint azt, hogy a magányt, az egyedül létet, azokat a tevékenységeket, ahol el lehetnek és alkothatnak. Vagyis egyáltalán nem baj, ha valaki kevésbé szeret másokkal kommunikálni, akkor ha ő jól érzi magát a bőrében. Ugyanezt mondja a stresszoldással foglalkozó kineziológus szakember is. Szerintem nagyon fontos lenne az, hogy egyébként minden ember tudjon magával jól lenni. Ezek a típusú emberek ezt tekintik automatikusnak, természetesnek, hogy először befelé élik meg az érzéseket. Akkor jó ez, hogy jól van magában. Hogyha ehhez inkább egy szorongás érzés, vagy bármiféle negatív érzés kapcsolódik ehhez az introvertáltsághoz, akkor azon viszont érdemes dolgozni, mert ezeken az érzéseken lehet, ami esetleg így negatívként benne megjelenik. Manhal Dóra szerint gyakori jelenség, hogy a szülők kifejezetten magas elvárásokat támasztanak a gyerekeikkel szemben a tekintetben, hogy milyen társas kapcsolatokat építsenek ki maguk körül. Ez pedig, mint mondja, nem minden esetben szerencsés. A mai társadalomban azt gondolják a szülők, hogy abból a gyerekből válik majd sikeres és eredményes felnőtt, aki inkább kifelé nyit és kifelé mutatja meg azt, hogy ő milyen. És nagyon sokszor van az úgy, hogy idehozzák a gyereket kezelésre, vagy beszélgetésre, és konkrétan ezzel az indokkal jön a szülő, hogy szerinte ez a gyerek nagyon zárkózott, és valamit ezzel a helyzettel kezdeni kellene. Még egyszer mondom, hogyha a gyerek önmagában egyébként belül jól érzi magát, akkor nem fogunk ezen a helyzeten változtatni, mert ezzel nincsen semmi baj. Sőt, pont akkor lenne baj, hogyha egy ilyen típusú gyereket, aki egyébként magával belül jól van, elkezdenénk valamilyenné formálni, amivel ő akkor már feladja azt, aki ő valójában. Nem könnyű tehát választ adni arra a kérdésre, hogy áldás vagy éppen átok-e, ha valaki az introvertált személyiségtípushoz tartozik. Kitanics már klinikai szakpszichológus szerint ez minden esetben attól függ, hogy az ilyen emberekről mit gondol a környezetük, amiben a mindennapjaikat élik. Azt tudjuk, hogy az introvertáltak, azok sokkal jobban viselik, például, hogyha kevesebb inger van a környezetben. Az extrovertáltnak több ingerre van szüksége. Ennek egyébként egy ilyen biokémiai háttere van, de ez most egy elég hosszú sztori lenne, hogy ezt elmesélném. De valójában arról van szó, hogy az introvertált, az például inkább olyan munkakörökbe alkalmas, ahol ugye kicsit monotonabb a munka, nem kell külső információkat annyira igénybe venni, tehát ő ezekben jobban megfelel. A családi kapcsolatok terén nem kell azt gondolni, hogy azokból kivonódik, vagy valami hasonló. Én azt gondolom, hogy családi kapcsolatokban is ő el tud mélyülni, meg tud nagyon akár érzelmes is lenni, bármilyen tud lenni. Sokkal inkább arról van szó, hogy kevésbé van számára szükség arra nagyon sok ingerre, amit egy extrovertáltnak szüksége van. Bár idehaza nincsenek célzott kutatások és statisztikák annak felmérésére, hogy hányan számítanak a lakosság körében introvertáltnak, nemzetközi szinten korábban több kutatást is folytattak az ilyen emberek vizsgálatára. A vizsgálat úgy indult,
egy inger deprivációs kísérlettel indult annak idején. Az arról szólt, hogy különböző embereket megbíztak azzal, hogy egy olyan szobába menjenek be, ami teljesen sötét, teljesen hangszigetelt, semmilyen inger nem éri őket. Pénzt kaptak azért, hogy minél több időt töltsenek benne, és észrevették azt, hogy vannak bizonyos személyiségek, akik 5 perc után összeomlanak, megnyomnák a csengőt, hogy szeretnének elhagyni ezt a szobát, szeretnének kilépni ebből a helyzetből. Vannak olyanok, akik viszont sokkal jobban bírják. Itt derült ki az, hogy vannak emberek, ezek az extrovertáltak, és leginkább a szélsőségesen extrovertáltak, akik nem bírják az inger deprimációt, az ingernek a megvonását, hanem őnekik szükségük van a külső ingerekre. És minél introvertáltabb valaki, annál jobban bírja ezt a szélsőséges helyzetet, tehát hogy kevesebb inger éri, és kevesebb ingert kell neki felfognia. Ennek egyébként a megállapítása se feltétlenül szakértői kompetencia, például az igazsági szakértő nem feltétlenül vizsgálja, hogy most a személynek a kriminalitásával, a cselekményével összefüggésbe hozható az, hogy ő introvertált vagy extrovertált. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit így a logika mentén haladunk, akkor az extrovertált az, aki könnyebben sodródik balesetekbe, vagy könnyebben sodródik bele különböző akár kriminális cselekményekbe is, az introvertált egy picit talán, mint hogyha megfontoltabb lenne, kevésbé befolyásolható, mert hogy a külső ingerek nem sodorják el annyira, tehát ő egy kicsit talán meggondoltabbnak tűnik. Abban valamennyi általunk megkérdezett szakember egyetértett, hogy az introvertáltságot gyakran keverik össze a köztudatban a szorongásra hajlamossággal. Utóbbi már olyan állapot, ami az egyénnek kényelmetlenséget okoz, és nem csak az érzékeire, gondolataira, de a teljesítményére is rányomja a bélyegét. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy volt az életükben olyan időszak, amikor sokkal nyitottabbak, sokkal kifelé fordulóbbak és felszabadultabbak voltak, és aztán történik valami az életükben, és ezt egy olyan traumának vagy olyan helyzetnek élik meg, aminek a hatására fordulnak inkább a belső felé. Ez nagyon sokszor inkább egy ilyen védekezés is, hogy nehogy ez még egyszer ugye meg tudjon történni. Viszont ezek az emberek nem érzik magukat jól így befelé fordulva. A másik dolog pedig, amiről érdemes beszélni, az, hogy nagyon sokszor, amikor beleszületünk egy családba, és mondjuk már a családban jellemző az, hogy inkább ilyen típusú emberek vannak, akkor ugye ezt a mintát fogja látni a gyerek. A szorongás az egyén tekintve korunk egyik legpusztítóbb jelensége. A munkahely, a család, de akár a baráti kapcsolatok is okozhatnak ilyen állapotot, ami a szakértő szerint jól körülírható tüneteket okoz. Ez esetben pedig érdemes orvoshoz fordulni. Elkülöníteni az introvertáltat a szorongó embertől talán ennek a mentén a leginkább lehetséges, és egy hozzátartozónak legalább olyan fontos lenne felismerni azonnal is, minél hamarabb legalábbis azokat a tüneteket, amik segítenek egy állapotnak a megszüntetését, a minél hamarabbi megszüntetését. És hát ugye a testi tünetek azok a leginkább, amik megjelennek kisgyerekeknél hangsúlyosan. Tudjuk azt, hogy fáj a hasa, fáj a torka, fáj a feje, amikor szorong és amikor nem akar óvodába menni, mert ott éppen valamilyen félelemteljes esemény van, vagy egyszerűen csak úgy dönt, hogy most ő neki pihenni szeretne, mert anya is otthon marad, mert a kis testvér is otthon van. De ez mellett ugye egy nagyobb gyereknél akár megjelenhetnek az álmatlanság, a koncentrációs problémák, a memóriazavar, és hát amit a felnőttek ismernek, ugye az izzadás, a fejfájás, a szívdobogás, de még a pánikroham is. Nagyon gyakori jelenség lett most, és egyre többen jelentkeznek itt a mi segítségünket is kérve, ezen testi tünetekre panaszkodva. Mert hogy ez az elhúzódó szorongásnak tulajdonképpen az egyik jellemzője. A fontos, az életünket negatívan befolyásoló tényezőkkel szembeni halogatás szintén szorongást tud okozni, mondja a szakember. Ilyen esetben fontos lehet a minél korábbi segítségnyújtás. Maga az, hogy szorongás, az sokkal inkább gyakoribb, mint maga az, hogy most valaki zárkózott és elvonul. Hogyha nem akar valaki a közösségbe menni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő most introvertáltságából fakadóan nem akar. Lehet, hogy éppen egy szorongás van mögötte, csak éppen nem veszük időbe észre. Ezért itt fontosnak tartanám felsorolni egy picit azokat a tüneteket, amik a leginkább jellemzik a szorongókat, mert itt elkülöníteni az introvertáltat a szorongó embertől talán ennek a mentén a leginkább lehetséges.
szükséges, és egy hozzátartozónak legalább olyan fontos lenne felismerni azonnal, és minél hamarabb legalábbis azokat a tüneteket, amik segítenek egy, mondjuk úgy egy állapotnak a megszüntetését, a minél hamarabbi megszüntetését. És hát ugye a testi tünetek azok a leginkább, amik megjelennek kisgyerekeknél hangsúlyosan. Tudjuk azt, hogy fáj a hasa, fáj a torka, fáj a feje, amikor szorong és amikor nem akar óvodába menni, mert ott éppen valamilyen félelemteljes esemény van, vagy egyszerűen csak úgy dönt, hogy most ő neki pihenni szeretne, mert anya is otthon marad, mert a kis testvér is otthon van. De ez mellett ugye egy nagyobb gyereknél akár megjelenhetnek az álmatlanság, a koncentrációs problémák, a memóriazavar, és hát amit a felnőttek ismernek, ugye az izzadás, a fejfájás, a szívdobogás, de még a pánikroham is. Nagyon gyakori jelenség lett most, és egyre többen jelentkeznek itt a mi segítségünket is kérve, ezen testi tünetekre panaszkodva. Mert hogy ez az elhúzódó szorongásnak tulajdonképpen az egyik jellemzője. Viselkedésben nagyon fontos az, hogy elmondjuk azt, hogy a türelmetlenség, a halogatás mögött, az elkerülés mögött, és talán itt kell nagyon odafigyelni, hogy nem az introvertáltság van az elkerülés mögött feltétlenül, főleg, hogyha más tünetek is társulnak, hanem pontosan egy szorongás. És a minél hamarabbi segítségnyújtás az nagyon könnyedén át tudja lendíteni ezen a nehéz időszakon azt a személyt, aki ezzel találkozik. Talán nem első alkalomra, hanem sokadjára, de még akkor is a minél korábbi segítségnyújtás tud a leghatékonyabb lenni. Ugyanúgy ugye szükség van a nagyon sok szorongó embernél arra is, hogy megerősítést kapjon a környezetétől. Ugye egy szorongásban egy csomó kérdőjelt feltevő ember számára azért tudnunk kell azt, hogy ha bátorítást kap és biztatást és megerősítést, az akkor az képes őt stabilizálni. Természetesen, hogy ez sokszor nem elegendő, de a családtagok, ha ezt érzékelik, hogy ők kevesek, akkor merjenek segítséget kérni. És én ezt nagyon-nagyon szeretném most ezúton is hangoztatni, hogy a minél korábbi segítségnyújtás az hatékonyságában talán a leginkább segíti a környezetét is, hogy ne alakuljanak ki olyan akár konfliktusok, problémák egy családon belül, feszültségek, amiket nem tudnak megoldani. A szorongás pedig nem csak annak árt, aki átéli, hanem a környezetet is terheli. Ezért is fontos időben elkezdeni kezelni az ilyen jelenségeket, akár otthon, akár magunkban is. Még akkor is, hogyha magunkon észleljük a szorongást, és tudjuk azt, hogy nem sok eszközünk marad, mert igen, mondhatja bárki, hogy igen, akkor tudnék megnyugodni, hogyha elmegyek, és most befizetek egy nyaralásra, vagy Bora-Borán, vagy akárhol, de ehhez pénz kell. Nagyon sokszor nem kell pénz azokhoz az apró kis dolgokhoz, amik tudnak segíteni ebben a mondjuk úgy belső jólét megteremtésében. Elég csak az, hogyha arra gondolunk, hogy egy kicsit öngondoskodunk. És az öngondoskodáson csak annyit értek sokszor, hogy ott vagyok, hazaértem, és csak magamra figyelek, arra a meleg teámra, vagy az arra finoman elkészített ételre, amit éppen akkor beülök és elfogyasztok. De nagyon sokszor ezt nem így tesszük. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy maga az, hogy önmegnyugtatás és öngondoskodás, ami a mi jólétünket erősíti és szolgálja, az itt kezdődik, hogy a tudatos jelenlét, a tudatos önmagunkra figyelés, az milyen szinten képes az életünkben, és mennyi időre megjelenni. Ha tudatos jelenlétenről szeretnék egy mondatot mondani, akkor azt mondom, hogy számtalan ember még a saját testi tüneteit is csak akkor érzékeli, amikor már jól erősen kalimpál a szíve. Tehát, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy befele figyeljünk. Hogy ha meg igen, aki nagyon befele figyel, az már tudjuk, hogy az már segítségre szorul, de alapvetően a hétköznapi életet nem így éljük.
Most szintén csak az introvertáltakkal való kérdéseitek kapcsán szeretném ezt meghangsúlyozni, hogy pont az, amit ők tudnak a legjobban, nekünk is azt kellene gyakorolni. Azt az alapos, megfigyelő, nyugodt jelenlétet, hogy ott vagyok, figyelek, elemzek, gondolkodom, hatások, kölcsönhatásokra egy kicsit reflektálok. Tehát van mit tanulni az introvertáltaktól, hogyha a magunk jólétét is meg szeretnénk teremteni. Ez pedig egy szép végszó, vagyis introvertáltnak lenni önmagában nem előny vagy hátrány, hanem egy viszonylag stabil lelkiállapot, amiben az, aki benne van, alapvetően jól érzi magát. Ha viszont az ember ezért kerüli például a társaságot, mert úgy érzi, valami nincs rendben a lelkében, érdemes szakértő segítséget kérni.